Ön szerint milyen közép és hosszú távú következménye van az Európát elárasztó bevándorló áradatnak? Hát nem tudom, hogy ezt meddig fogja bírni ez a magyar nép, de sokáig nem fog menni. Én úgy gondolom, hogy nem lesz következménye, mert alkalmazkodni fognak az európai normákhoz. Lesz következménye, biztos vagyok benne, hogy hiába hőbörögnek Merkel meg milyen Juncker, az nem normális ember, amiket beszélt az este, és hallgattuk a tévébe. Eltűnünk. A gyerekeinket, unokáinkat, őket sajnálom nagyon. Én nagyon félek tőle, hogy nehogy az legyen, mint az István áramnál, a robbantások, meg a többi, meg a harmadik. Hát mi egyre kevesebb arányba leszünk, ez úgy néz ki. De magyarok nem akarnak szaporodni, jönnek, és hát beengedik az országba őket. Hát ez az Unió befogadja. Következménye? Nem lesz Európa. Ez arab országok fognak kialakulni. Ezt mondhatjuk akár úgy is, hogy ez egy újra, a világ újra felosztása. Szerintem óriási nagy háborúk lesznek igazából itt, egy 2-3 éven belül szerintem. Biztosan van közöttük terrorista, ez 100%, úgyhogy szerintem le kéne zárni Európa határait, én ezzel értek egyet. Miért kell muzulmán Európát csinálni egy keresztény Európából? Ezek nem fognak dolgozni. Ezek majd Németországtól kérik a lakásokat, meg minden. És nem nehézét építsen nekik, mecsetet Szaúd-Arábia. Szerencsére Orbán Viktort annyira sajnáljuk, hogy már látom, bele van őszülve a gondba. Azt se tudja már, hogy mit csináljon, hogy csináljon, jó legyen, mert örökké kritizálják. Pedig egy nagyon jó gondolkodó, rendes ember az. Mindenki tiltakozni fog, előbb-utóbb egész Európában. Majd jönnek ugye, akik robbangatnak, azok a személyek, akik nem kívánatosak, és előbb-utóbb rá kell jönnie mindenkinek arra, hogy ez a migráns probléma tulajdonképpen ez világméretű problémává fog dagadni. Tehát jelen pillanatban ez a legnagyobb problémája egész Európának, és nekem az a véleményem most már a nagyvilágnak is. Amin igenis kéne, hogy segítsenek a nagyhatalmak, így az Amerikai Egyesült Államok a legfontosabb, Németországnak, Franciaországnak és a többi ilyen úgynevezett jól menő társadalomnak is össze kéne fogni, és meg kéne állítani ezt az egész folyamatot.